Még két napig klórosabb lehet a víz. Többen tapasztalták, hogy erőteljesebben érezhető a klórozás a városi ivóvízhálózaton. Ennek az az oka, hogy a Kiskunvíz Kft. előre tervezetten nagy takarítást végez Kiskunhonas város ivóvízhálózatán, a kiadott tájékoztatásuk szerint a hálózat fertőtlenítési és hálózat tisztítási munkálatok november 17 ig tartanak. Ebben az időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos vízhiányjal és nyomás csökkenéssel is kell számolni.